Világszerte több ezer állatfaj van veszélyben. Az emberi tevékenységek, az élőhelyek pusztulása és a klímaváltozás miatt egyre kevesebb tér jut nekik. De mit tehetünk mi? Hogyan menthetünk meg egy állatot, vagy akár egy egész fajt? A válasz a tetteinkben rejlik. Mindenki szeret állatkertbe járni, és megnézni néhány különleges és exotikus állatot, amelyeket csak a dokumentumfilmekben láttunk. A Miskolci Állatparkban tett látogatásunk során arra a kérdésre keressük a választ, hogy van-e valami komolyabb feladata is az állatkerteknek, azon túl, hogy megismerteti velünk a különböző állatfajokat. Itt emeltem az állatkert tapasztalatgondozója Tóth Bence. Az állatkertek szerepe ma már nem csak a bemutatásról szól, a fajmegőrzés egy egyik legfontosabb feladatunk, például az oroszlánok száma vadonban egyre csökken az élőhelyi zsugorodása és az orvadászat miatt. Az állatkertünkben olyan tenyésztési programokat futtatunk, amelyek segítenek fenntartani a genetikai sokféleséget. Ez bizonyítja, hogy akár újra is telepíthetjük őket a vadonba, ha a körülmények lehetővé teszik. Nem csak a nagy ikonikus fajokról van szó, például a madarak is veszélyben vannak, elsősorban az élőhelyik csökkenése miatt. Mindegyik állatfaj fontos az ökoszisztéma egészséges működésében. Az erdőirtás, ami a sok állat élőhelye megszűnik, az egyik legnagyobb probléma. Le kellene állnunk a pusztítással és újra telepítéseket indítani, hogy az oroszlánok és más veszélyeztetett fajok újra szabadon élhessenek. Az olyan helyek, mint ez az állatkert felelősségteljesen működnek, de sok más országokban a vadállatokkal való kereskedelem is nagy probléma. Ez az oroszlán orvadászoktól menekült meg. Súlyosan megsérült, de az állatvédő csapatunk időben kézbe lépett, és most itt gyógyul. A vadon élő oroszlánok száma évről évre csökken, és ha nem teszünk semmit, teljesen eltűnhetnek a természetből. Az ilyen mentési akciók adnak reményt a jövőre nézve. De ez még nem elég. Fontos, hogy mindenki részt vegyen ebben a harcban, akár adományokkal, akár azzal, hogy figyel arra, hogyan befolyásolja a természetet a saját tetteivel. Minden egyes lépés számít. Az állatvédő szervezetek, az állatkertek és az emberek együtt képesek változást hozni. Ha egyetlen állatot is megmentünk, már azzal is hozzájárulunk a világ jövőjéhez. Tegyünk együtt az állatokért! Ments meg egy állatot! És megmenthetsz egy egész fajt!